Kiszli Vanda maradt az új kajak királynő a világon maratoni szakágban. A sportág Kínába lezárult idei világbajnokságán a felnőtteknél a paksi Asek kajakosa megvédte világbajnoki címét, de másról is emlékezetes lesz számára az idei legfőbb versenye. Ebben a szakágban is bevezetett speciálisnak számító 3,5 kilométeres, először megrendezett rövidtávú verseny első világbajnokságán is Kiszli Vanda bizonyult a legjobbnak, így két VB arannyal érkezik haza Kínából a paksi maratoni kajakos. A másik két érem, amit Tolna megyei klubversenyző szereztek, ezüstök. Az egyiket a kenuszakák feltörekvő, rövid és hosszú távon egyaránt versenyző paksi Kollár Kristóf érte el az ifjúságiak mezőnyében. Szépen zárult az utolsó versenynap is Tolna megyei szempontból, tekintettel arra, hogy a tolnai Boros Adrián csak úgy, mint a nyári Európa-bajnokságon Franciaországban, új párjával, a dunaújvárosi Máté Krisztiánnal óriási harcot folytatva a világbajnoki címért, a második helyet szerezte meg, megelőzve spanyol, portugál és dél-afrikai riválisokat.